felhúzott térdel ültek a migránsok a kis busz belsejében, vasárnap készültek ezek a fotók. A bátaszéki rendőrök az M6-os autópályán igazoltatták a magyar rendszámű jármű sofőrjét. Ekkor derült ki, hogy illegális határátlépőket szállít. A járművet vezető bosnyák férfin kívül a gépkocsiban 13 magukat szír állampolgárnak valló személy utazott, akik sem személyi azonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét igazolni nem tudták, ezért a járőrök a sofőrt, valamint az utasokat elfogták és előállították. A kihallgatás után a migránsokat a törvénynek megfelelően visszakísérték a szerb határhoz. Az őket Magyarországra csempésző férfi viszont hosszú évekre börtönbe kerülhet. Az embercsempészés büntett alapesetben 1 évtől 5 évig, minősített esetben akár 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Vagyis, ha az embercsempészről bebizonyosodik, hogy bűnszervezet tagjaként szállította Magyarországon az illegális migránsokat, akár 15 év börtönt is kaphat. Néhány hete készültek ezek a felvételek, akkor szintén az M6-os autópályán fogtak a rendőrök embercsempészt. A kis teherautójában 38 illegális határátlépőt találtak, közöttük 2 gyerek és 1 nő is volt. 2 nappal később pedig Siolgárdon a Sió töltésén fogtak el migránsokat az egyenruhások, közülük 2 líbiai, 1 marokkói állampolgárnak vallotta magát. Az elmúlt hetekben így már Tolnában több mint 85 migránst fogtak el a megyei rendőrfőkapitányság munkatársai.